Hello mindenki, ismét online képszerkesztő Project, és ezúttal a régen látott Bifanki nevezetű, természetesen a böngésződből is elérhető ingyenes online képszerkesztő, legalábbis egy része ingyenes, de amit most ki fogunk próbálni az az. Úgyhogy essünk is neki, mégpedig a fotoeditor részt fogjuk elindítani, azon belül is legyen mondjuk ez a szép kép, ami rólam készült a múlt héten, tehát egy önarc kép. A fényképeidet egyébként itt az upload részben tudod betölteni egész sok forrásból, hogyha számítógépről szeretnéd, akkor a legfőső opcióval természetesen. És amit most meg szeretnék nektek mutatni az az, hogy hogyan tudjátok úgy világosítani a képet, hogy ne a kép, vagy ne csak a kép egészén, hanem mondjuk a képnek csak egy bizonyos részén legyen hatása, Ebben az esetben ez természetesen itt a legsötétebb részeket fogja érinteni, tehát itt a szem környéki részt, illetve itt a száj alatti sötét területet szeretnénk világosítani. Nagyon egyszerű a dolog, hogyha itt a fotóeditorban rögtön a második ikonra kattintunk, de egyébként ez is az alapbeállítás, akkor itt megkapjuk az alap eszközeinket, amiben szerepel egy expozíciós lehetőségünk is. Ha erre rákattintasz, akkor már is megkapod a csúszkáit, amivel elvégezheted például a világosítását vagy a sötétítését az egész képnek, illetve a kontrasztján is állíthatsz, természetesen ezúttal is az egészen, és kapunk egy Highlights és Shadows csúszkát, a highlights a csúcsfényeket tudjuk világosítani, tehát a legvilágosabb területeken világosíthatunk még, illetve a a legsötétebb területeken sötétíthetünk még. A fill light ezzel szemben egyfajta derítő fényt visz a képre, tehát ezzel tudunk egy kis HDR-szerű hatást vinni a képbe. Ahhoz pedig, hogy csak részleteiben világosítsunk a képen, tehát itt mondjuk a szem és az áll környékén, Először is ezeket a csúszkákat kell használnunk, tehát az egész képen világosítunk, és utána egy ecsettel festjük ennek az eredményét újra a képre, de csak azokon a területeken, ahol szükségünk van rá. Tehát mondjuk világosítok először is a brightness-szel, és visszább veszem valamennyivel a kontrasztot. Majd pedig ezt a derítést is megnézzük, hogy mit művel nekünk. És talán itt egy kicsit visszahúzunk, lehet, hogy nem kell ennyire világos, ez persze a teljes képre hatott, és nem akarjuk az egész képet ennyire kivilágosítani, csak ezeket a területeket. Most lép be a nagy varázslat, itt a Paint opció, aminél kapunk kétfajta ecsetet. Egyrészt ugye egy ilyen reverse ecsetet, amit majd használni fogunk, másrészt pedig egy ecsetet, amivel bármit, amit ráfestünk a képre, kitörölhetjük. Ha rányomsz a reverse-re, akkor a képed visszaáll teljesen az alapbeállításokra. Viszont az előbbi beállításainkat nem felejtett el, hanem kapunk egy ecsetet, aminek persze itt a size-nál állíthatod be a méretét, a hardness-nél pedig beállíthatod a keménységét, lehetőség szerint ez legyen nulla, tehát ez azt jelenti, hogy nem lesz kemény az ecsetnek a széle, tehát nem lesz ilyen nagyon éles a határvonal az ecset szélen, hanem ilyen szép átmenetes lesz, ezzel sokkal jobban dolgozhatsz, és az ecset erősségét is beállíthatod. Ha 100%-ra állítod, akkor egy ecset vonással pontosan azt a világosítást kapod meg, amit az előbb beállítottál, hogyha pedig kevesebbre állítod, akkor több ecset vonással, szép apró lépésekben érheted el azt a maximum világosságot, amit beállítottál korábban. Legyen most ilyen 50% körüli érték, és mondjuk körülbelül ez az ecsetméret nekünk megfelel, és ha itt elkezdek festegetni csak azokon a területeken, ahol szeretnék világosítani, akkor fokozatosan, ahogy látjátok, elkezdenek előtűnni ott a sötétből azok a részletek, amiket látni szeretnénk. És mondjuk legyen itt az orjukaknál is, illetve itt a száj alatti részt is. Mivel 50%-ot állítottam be, ezért legalább két ecset vonás kell ahhoz, hogy teljesen olyan világos legyen, mint a beállításunk, de egész gyorsan el lehet érni ezt a fajta hatást. És persze miután elértük ezt a szelektív világosítást, egy pipával jutalmazzuk az egészet, és ezzel leokézhatjuk véglegesíthetjük a festésünket. Ha itt a fönt lévő undo ikonra böksz, akkor láthatod, hogy ilyen volt az eredeti képünk, kicsit sötétes azokon a helyeken, ahol valamivel több részletet szerettünk volna látni, de sikerült ezt így kihúznunk, úgy, hogy a kép összes többi részén nem módosítottunk világosságban. A bifánki ilyesmire is képes, és az összes eszközénél, legalábbis a többségnél, ahogy én próbálgattam, megtaláljátok ezt a festési lehetőséget. Tehát akár a színezésnél, akár egyéb mondjuk az élesítési lehetőségeknél is, ugyanúgy itt ez a paint eszköz, akár az élesítést is elvégezheted, szelektíve csak a kép egy részére. Aki pedig végignézett, annak nagyon szépen köszönöm a türelmét, remélem, hogy tetszett nektek, tudjátok majd hasznosítani. Ha így érzitek, akkor nyomjatok egy lájkot, like illetve iratkozzatok fel a csatornámra, ha ezt eddig még nem tettétek meg. Sziasztok!